Na csácsom, mi csörtésztő csokoládét, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, kiper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 milliárd euró kihívásos videóval, és már bele is kezdek a munkába, meg egy-két dolgot itt szeretnék elmondani így a videó elején. A legfontosabb dolog, amit így szeretnék így közölni veletek, hogy ezután a részeket valószínűleg, hogy multiplayerbe fogja felvenni az összeset a Keeper. Arra jutottam, hogy igazából miért ne csinálhatnánk ezt. Annyi a szitu, hogy raktam ki ilyen tegnap erről egy videót, hogy hova lehet csatlakozni, ha akartok jönni. Annyit azt nem nagyon tudom megmondani így előre, így konkrétan, hogy mikor van a felvétel, úgy nagyjából hozzávetőlegesen minden nap szerintem, ha nem is minden nap, de minden nap körülbelül olyan este 6-tól 10-ig történik ezeknek a részeknek a felvétele. Ott van lent a link a modokról, ott van lent a server információ, szóval akkor tudtok csatlakozni, és akkor tudom akár kisegíteni ezekben a részekben, mivel az 1 milliárd euró azért nem kicsi kihívás jelent a Keepernek, rá kellett, hogy jöjjön, és szerintem nem csalás, ebben a játékban lehet multiplayerezni. Szóval örülnék neki, hogyha jönnétek. Ez a rész is egyébként már mutatom. Már multiplayerben van, Keeper videó néven vagyunk, és jelszót nem is raktam be, mert igazából, hogyha valakinek ez az összes mod megvan, szerintem akkor igazából tud jönni. Ha esetleg nem jön senki, természetesen értelemszerűen, akkor, már is ott is valaki, nagyon örülünk neki, akkor értelemszerűen egyedül fogom tovább csinálni ezt a projektet, de ha jön valaki, akkor viszont tud segíteni. Úgyhogy ez tök jó szerintem, ez egy eléggé korrekt megoldás. Annyi a gáz ez egyébként tényleg, hogy nem nagyon tudom előre megmondani, hogy ez mikor van felvétel, így hozzávetőlegesen mondok időpontot, aztán hogy látod, hogy ott a szerver, akkor be tudsz jönni, aztán tudsz játszani a Keeperrel, és akkor a videóba természetesen mindig szerepelsz, mert ezt kizárólag videóba fogom így csinálni ezt a sorozatot természetesen, srácok, Prometheus lassan megérkezik, talán beszinkronizál vele, aztán akkor talán valami munka folyamatot kinézünk neki, vagy kinéz magának, igazából van annyi lehetőség, mint az Isten nyila, és akkor én meg ugye csinálok mást. Ugye kellene a birkákkal foglalkozni, kellene a tyúkokkal foglalkozni, fú, akkor még mit kellene, ugye itt is kellene rengeteget tevékenykedni, szóval, ja. Szóval lesz itt munkát, remélem gyorsan beszinkronizál. Ez egyébként nem tudom, a 22-ben is még mindig ez van, hogy ez az iszonyat hosszú szinkronizálás. Mert ez egyébként mindig is egy őrítő volt. Ugye mivel random emberek jönnek mindig fel, hát az ilyen kapcsolatot az sajnos nem tudom így megoldani, hogy legyen, mármint ilyen beszéd kapcsolat. Szóval ez így lesz, gyerekek. Na, akkor csatlakozzanak. Mindig ugye csatlakozzatok a farmomhoz, ahogy azt meg úgy lehet, hogy nyomsz egy eszket, és akkor valahol lehet csatlakozni, de hol. Hali Főni, csatlakozz a farmhoz. Farmhoz. És mit szeretnél csinálni, tesó? Aztán akkor lehet csinálni. Igazából mindenkinek, így mondom így a videóban is, hogy a szabadon választott, annyi, hogy segítsetek elérni azt az 1 milliárd eurót. Aztán akkor tudjuk így. Kicsit a Keepernek így megkönnyítitek a dolgát. Nem tudom, hogy a farmhoz az tud-e csatlakozni, most szerintem automatikus elfogadás van talán. De nem vágom, hogy hol van ez a farm. Farmos dolog a Keepernek. Ez... Ja, itt van, igen, játékosok 2, Prometheus is már benne van. Nem tudom, mi a meló, Oleg? Sok kérdés, hol a bor? Hol a bor? Mi a meló? Hát, amit szeretnél. Amit szeretnél, tesó. Amit csak szeretnél. Lehet bármit csinálni, van itt annyi meló, mint az állat. Silózás is van, ugye. És a füvet be lehet hordani.
van váltogat a járművek között, úgyhogy már keres engem. Ha gondolod, hordhatod a sírót is. Ha gondolod, bunkersírót töltheted. Igazából az, az szerintem az tök jó dolog. Amit szeretne, amit igazából tényleg bármit lehet csinálni, jó? Na, meg, és meg jó, John Moore! Jó, akkor már van két emberről. A izével ugye Challengerre lehet szedni a gyöppöt, ezerrel, aztán megtölteli akkor a bunkersilót, amennyit csak belefér, aztán utána lefedjük, akkor lesz már a marháknak kaja. John Moore. Zsombor. Na, akkor... Válasz magadnak melót. Na, valaki akkor nem tudom, mit csinálnak a srácok. Meg kell, rá kéne nézni. Még őket is kell, így azért nem rendeznem, akkor őrület lesz. Hol vannak a gyerekek? Itt van a Zsombor. A másik srác, ő meg nem is látom, basszus. Ott a Zsombor. A másik srácot, azt vaj, nem látom. Itt van a... Prometheus. Lehet, hogy kicsit az belekeveredett ebbe a bunkersilló dologba. Na. Csá. Tojásokat segítetek el? Bugos nekem a map, Zsombornak. Miért bugos? Miért zsugos? Na várja, akkor el kéne mennem a tojás. Hol a francban vannak a tojásos raklapok? Azt se tudom, itt van szerintem. Jó, akkor ezt így fel kell reszedni. Miért bugos neki? Majd ezeket írjátok meg kommentbe, hogyha véletlenül nem tudjátok leírni. Hogy mi történik itt, mi folyik itt gyöngyösen. Ugye viszem a raklapokat. Óriás barázdákban van a map, az mit jelent? Mi az, hogy a óriási barázdákban van? Az micsoda? Az mi? Az mi az, hogy óriási barázdákban van? Ezt nem is értem. De mi? Az mi? Na majd screened le, vagy valami csoda, hát ezt nem is értem. Ez mi az, hogy barázdákba? Mi az, hogy óriási barázdákba? Másik srácnak is? Na, ugye elég izgalmas lesz. Zsombor kilép, hát valószínűleg megoldódik, vagy talán megoldódik neki. Jó. Na, szépségei a Prometheus. Miért ad a neved? A néző miatt? A film miatt? Ha a film miatt, akkor egy piros pont, basszus. Akkor le a kalappa, respect. Sokaknak nem tetszett egyébként ugye a Prometheus című film, ami így a Prometheus, meg mi volt a másik? Csak a kiknál. Na miért? Milyen az? Milyen az? De miért? Az miért van? Mert ennyire szétszántotta? Az mi? Az kíváncsi vagyok. Valaki screenelje le már majd csináljatok róla képet. Mondjuk hiába mondom nekik, de így mondom, hogy csináljatok képet, aztán izé. Ez mi az, hogy óriási barázdága van? Vadudjatok meg, hát mi történt? Zsombor. Ez egy izgalmas lesz. De gyerekek, remélem, csinálunk is valamit, nem csak állunk, mert eddig még egyedül is többre mentem. Jó, nem bántolok benneteket, srácok. De tényleg próbáljuk meg haladni. Ez érdekes, hogy óriási barázdákban van. Nem tudom, hogy ez mitől lehet.
Ó, nem mondod, hogy pont nem férek, hanem akkor megőrülök, mondom, hogy talán ne férek. És akkor nem kell körbevedd el. Szorom ki a teli raklapokat, jaj, de király vagy. Jaj, de király vagy. Oké, de az itt ez be fog lagolni, úgy aljátok, meg fogok dögledi. B. Oké, le is rakjuk. Juhúj! Megjavult. Van ámlag, apám. Oké, akkor a teliket azokat szórjuk ki. Na, és akkor az üreseket meg be. És akkor lesz egy kis pénzünk. Jaj, de jó, végre segítelek, de olyan lagom van, mint a disznó. Jó, van, oké, akkor én is azért. Minden raklap mehet ki. Raklap. Amiben van, mehet ki. Oké, nagyon jó. Amelyikben van, hát jó. Na, nézzük, ja, van izé. Jó, gyerekek, a izé múlti miatt szerintem még nagyobb lagunk van. Úgyhogy ez egy élmény, meg főleg egy helyen vagyunk. Mondjuk most nem tojást kellene ám izé. Nem, mondjuk az üreseket be kéne pakolni. Az a baj, hogy na most legalább meglátjátok, micsoda szenvedés, főleg még egyedül is ezt megcsinálni. Halál szokott lenni, halálos. Ó, micsoda lag van. Jó, ebben meg nincs is, és már megint rakja a pici tojásokat, vagy egy pici dobozokat. Na hát az izé lesz egy élmény, kihordani izéket. Kihordani a... Mondjuk kajájuk meg nincs ám a csukoknak, úgyhogy vannak forgások, ugye egyre nehezebb a logisztikálni az egészet, főleg egyedül. Az lenne jó, hogyha így a srácok... Hát ezt nem rakom ki. A srácok így ráakadnának a munkákra, tök jól. Na zsombor már végig, de nem sok raklap volt. Viszont a izék akkor mehetnek be. Telik. Lehet, hogy ő nekik nem lagol, csak ugye az én gépemről fut még a szerver is, úgyhogy az így baráti tud lenni, meg ez iszonyat sok object, ezek a rengeteg láda, vagy raklap, ezt tudja itt cseszni, sajnos. Nehogy valaki megpróbálja fölvetetni vele az autóddal, mert akkor az vadulás lesz, mert akkor összekeveri a teleraklapokkal. Én ma jártam, úgyhogy ez egy élmény. Ez egy élmény. Nektek nem lagol? Mindjárt megkérdem. Nektek is lagol. Egy helyen vagyunk, meg még izé. Mindenki csinál mindent, ez egy halálos. Zsombor még már volt, Prometheus még nem. Egyébként. Ah, léci. Aztán együnk sílózni. Hát igazából nem sílózni, hanem a kaszált füvet ugye bepakoljuk. Kicsit. Hát nekem nem kicsit ember. Igen, ez egy diavetítés van. Jó, vigyél csak te is egyet nyugodtan, én is viszek. Az összes üreset be kéne rakni, azt akkor nem lenne rá gond, vágod. Logol, igen is, nekem is. Nekem is. Lassított felvétel. Annyi a doboz, mint az Istenje. Sok hol és a raklap egyébként azt csinálja meg, ugye most még ráadásul fizikai kontaktban van az összes raklap egymásra, de az még oda teszi a kaput. Na most meg még jobban. Meg a rengeteg gép, meg minden gyerekek itt azért fönforgás van. Ezt szétszedjük, ezt a sok raklapot, akkor már jobb lesz, mert akkor nem lagolnak egymásba. Te az meg neki, hát figyeld meg, be fog bagolni. Én mindig bebagolok, amikor elkezdek pakolni ilyen pici tojásokat. Elkezd olyat csinálni, hogy nem vesz föl semmit. Volt videóban is szerintem az. Jó, hát ezeket tüntessük el. Allod itt a környéken, ott elől, ott lagol legjobban. Ide eljövök hátra, arra, ott már annyira nem. Hát bocsánat, srácok, de
Nézd, elvakult projektünk az ezzel jár. Ezzel jár. Tojásokat aztán nem ám ellopni. Fütyüljetek, tapsoljatok, meg mindent csináljatok közben, hogy nehogy el legyen lopva. Mondjátok, vigyünk többet hátra. Így lehet. Úgy. Jó, be kéne pakolni az összeset, azt menjünk utána silózni szerintem. Legyen meg az összes folyamat, meg ugyan birkákkal is kéne valamit csinálni. Ó, nem egyszerű dolgok vannak itt gyerekek, van itt annyi feladat. Hát egyedül, képzeljétek, ugye úgy csináltam eddig, hogy gameplay-en kívül rakosgattam ezeket a ládákat. Hát gondolhatjátok, hogy meddig tartott. Meg főleg, hogyha azokat a tojásos dobozokat is össze kellett szednem. Nem maga volt a pokol. Esküszöm, srácok. Esküszöm. Jó, ez baromi nagy segítség. Jó, abból ti nem láttatok semmit, úgyhogy nem gondoljátok, hoppá, betervettek a dobozok, vagy a ládák, vagy mi az raklapok. Hát azért ez nem úgy működött. Egy rettenetesen nagy szívás volt, lassított felvétel, szegény srácok. Jó, aztán legyen bőven, nem számít, hogyha egy helyen több van. Ezt meg elviszem arra hátrafele, mert ott kell, hogy lenni mi még, az a négy. Okosba lehet izérni, vinni sokat. Ja, okosba, hát ez minden volt, csak nem okosba. Próbálok ide hátrébb hozni, hogy ne kelljen annyi gyalogóri. Szint söpörtem. Jó. Meg a repülő, meg a mindenféle csodálatos dolog. Na, az megyünk silózni, azt is megcsináljuk. Jó, a marhátnak be kéne hord. Figyeljetek, veszünk még egy izét. Még egy fentet, vagy pedig még egy izét kellene. És akkor fentet is ki lehetne, vagy egy ember tudna tömörítgetni, meg összetologatni, valaki tud. Azt kérdezem tőlük, hogy valaki tud silót tömöríteni és tolólapozni? Mert az nekem nagyon nem ment, azt akkor valaki... Oké. Okay. Ketten meghordjuk be. Oké, okay, akkor ketten meghordjuk be. Az lesz szerintem, úgy az eléggé baba lenne. Legyen behordva minél több, mert ugye az pont egy ilyen elég unalmas munka, és ha többen csinálnánk, az meg tök izgi lenne szerintem. És a végén van egyébként még láda, vagy raklap. Láda, raklap, doboz, én mindent mondok ennek egyébként. Az a durva, érted? De vál, hogy normálisan beszélne a képőr. Összeszedem a tojás, lehet, hogy el se adom, nem tudom milyen árma van. De mindegy, figyeljetek, még egy challenge. Hogyha ez így ilyen... Szedd a lábad, amúgy ezután minden rész multi lesz. Utána minden rész multi lesz, tehát akkor több gép kell, úgyhogy még egy challenger, meg még egy olyan izé, szerintem föl lesz véve, vagy lesz véve, úgyhogy akkor, hát remélem, hogy nem feleslegesen veszem meg őket, úgyhogy gyertek nyugodtan, bárki, aki affinitást érez, nézze a szervert, akkor tud jönni, jó? Oké? Okay. Na én meg lehet, hogy azt csinálom, hogy akkor, hát össze is adjuk egyáltalán a tojást, nézzük meg mennyiben megy a tojás, jó? A tojás. Szerintem azért ez így barátibb lesz. 5300 a második értékesítő állabása. Ott meg mennyi volt? 5300. Jó, 5000 fölött van, legyen egy a fene, azt már visszük. Aztán akkor... Akkor még egy izét, még egy challenger-t kell venni. Néha mentek egyet, kirefagyunk, vagy ilyesmi, nem hogy véletlen az történjen. Gyerekek, olyan lag van itt. Ezek a csirkéknél egyébként ez van. Úgyhogy bocs érte.
Szerintem most olyat lagoltak, hogy a szemük megállt. Na, induljunk már, vagy valami legyen. Olyat lagoltak a szemük megállt. Jó. Összekapjuk a tojásokat, eladjuk, aztán akkor abból meg is lesz már a Challenger. Aztán végre megyünk innen, mert itt meg olyan epic lag van, hogy az őrület. Lassított felvétel. Itt tényleg az van, főleg itt elején. Kecskéket ne csináljuk meg. Előbb szerint... Előbb bunkersiró. Előbb bunkersiró. Megveszem a izét. Veszek még egy. És... Challenger-t. Aztán akkor ketten lehet veretni. Akkor lehet hordani, ketten hordhatjuk. Értettem főnök. Sombor, köszi szépen. Rendes vagy, köszi. Ketten hordjuk, egy meg tudja tömöríteni. Meg ugye, igen, jó, oké. Várjál, föl fogom venni azt az üres raklapot is. Vigyázzál, Prometheus. Ne ment vele. Jó van, oké. Meg. Neki kezdek, ja? Oké. Na, akkor... Meg is kéne venni. Ugye kellene akkor egy hamster. Ami megint nem tudja keeper, hol a drágba van. Rakodókocsi. Oké. Vásárlás, igen, oké, meg akkor egy nagy traktor. Hát gyerekek, figyeljetek, főleg ha a többen leszünk, akkor kellenek a gépek. Akkor nincs a pelláta. Legnagyobb motor, oké. Boltnál. Prometheus. Prometheus, H-val kellett volna. Második. És mi van? Hát ezt figyeljetek, igazából el se kellene adnom, nem? De hát akkor már menjen. Zsombor mit csinál? 15-esen van, igen, a Prometheus meg már hozza is. Ó, köszönöm, nagyon jó vagytok, srácok. Én meg ezt eladom, akkor egy kicsit visszavegyünk anyagilag, ugye 826 ezerünk van. Tök jó. És már tologatja Zsombor a szecskát, mi meg ketten beordjuk, szerintem azzal bőven jók vagyunk. Lesz elég. Meg akkor ugye a kecskékhez be tudunk hordani kaját, piát, mindent, amit csak akarunk. A bocsalagért, gyerekek, nem tudom ezzel mit tudok csinálni, hát eléggé burjázik szét a Heapernek a mapja, úgyhogy ez már nagyon nem default. Ó, jön is Prometheus. Nagyon jó. Ezt eladjuk, eladja Keeper. Ja, hát ezzel a laggal lehet, hogy kell valamit csinálom. Az a baj, hogy az én gépemről fut a szerver, meg ráadásul szét van már teljesen cseszve ez a map. Úgyhogy itt azért vannak bajok. Jó, amire leér, arra én is megyek vissza, és akkor szedem a gyöppöt. Csak ezt először eladjuk, hogy egy kicsit pénzhez jussunk. Most egyelőre tyúkok nem igen fognak termelni, mert nagyon nincsen kajájuk. Úgyhogy az meg egy kicsit problémás. De hát ez van, srácok. Ezt meg viszont te kéne adni azért. Oké. B. Kicsit odébb, ugye? Oké. És akkor adjuk el. Meg ami kilóg, azt meg betologatjuk természetesen. Most felrakjuk hát a tejére, toljuk inkább oda be. Gyerekek, jön a lóvé. Hát a marhákból nem tudom mennyire. Ja, meg már ugye meg kellene menni marhákat, úgyhogy azért oda is kell egy kis zsator. Ezeket még el kéne adni. Sajnos olyan kicsi ez az árvevőhely. Ez elég furcsás. Mondd van, gyerekek, jó van.
Figyeljetek, 1,2 millára majdnem fölmentünk, sőt, föl is mentünk. Ó, hát ez nagyon jó. Egyébként a tojás az iszonyatosan jó pénz, szerintem. Mondhatni majdnem a legjobb. Jó, ezt leállítottuk. Egyébként olyan lagok vannak, hogyha nyomok egy eszket, hogy az mindig attól félek, hogy kiakad a játék. Hát reméljük, hogy nem. De brutál, olyan lagok vannak tényleg. Menübe kilépés, meg minden, iszonyat. Na, valami legyen. Történjen meg az esemény, gyerekek. Jó. Prometheus próbál jönni. Hát, nem egyszerű az élet. Úgy látom, hogy elakad valahol. Jaj. Jaj, testvére az urba. Nem fér át, Prometheus. Kicsit megugrasztott a lovakat. Igen, ez a traktor, ez nem kicsi. Ez nem kicsi ez a traktor, sajnos. Zsombi meg ottan nyomja neki a poppot. Rá is nézzünk, Zsombor mit csinál. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy mit működött. Hát valószínű, hogy többet csinált minden. Reméljük, hogy valahogy kinéz ma. Hát, Zsombor is teríti mind az állat, de legalább be van tömörítve már, nem? Mennyi a tömörítési arány? Tömörítés 64%. Nem tudom, mennyit vagyunk ide be. Ide még hordhatunk, ugye? Ez a traktor, ez jó tömöríteni, vajon? Hát szerintem annyira nem rossz. Egyébként itt már hál' Isten annyira nem buggol. Ugye, ahol rengeteg object van, főleg ott. Hát itt is lesz rengeteg object, mert itt megint felépül ez az egész. Úgyhogy nem lesz az itt egyszerű. Na, akkor az összes hülyet be kéne hordani, ugye? Zsombikának aztán jövök, hogy tömörítele vidd az őrület. Oké, hát itt még van bőve. Meg akkor megérkezik mindjárt a Prometheus is. Jó, itt már annyira nem laggol. Hát de az egyébként itt is olyan FPS drop van, mint az őrület. Sajnos. Sajnos, gyerekeke. Jó, meg a izéket, a kecskéket el kell rendezni majd. Elég fura a tolólap ebben a játékban, nem? Mármint, hogy engem az zavar, hogy kb. A tolólap az úgy működik, hogy megtelik, mint egy kanál. Azt utána meg kiöntöd. Ez nagyon érdekes. Megnézem, a srác ez hol van, hol tart? Prometheus, nem fért. Jaj, Prometheus, mit csinálsz? Jaj, szegény. Szegény szidé engem, szerintem, hogy eljöttem volna vele szívesen, bocsánat, különben. Meg majd a birkáknak is kellene fű, de most elsőre szerintem a bunkersilót meg kéne rakni, aztán akkor ugye meg lenne a kaja. Ura, viszont széna is kellene. Azt a betyár, gyerekek, hát itt aztán rengeteg meló lesz. Jó, egy ilyen 50%-nál visszafordulok, azt akkor kb. Úgy jó vagyok, nem? Akkor kb. Meg fog telleni. Hát, ja, viszont ez a multiplayer mókának a hátránya, hogy lagol mind a disznó, nem? Nem tudom, ezzel lehet-e valamit csinálni, srácok. Tehát akkor ugye nem grafikai probléma miatt lagol, hanem a számolási teljesítmény, hogy a szerver az én gépemen futogat. Nem fut, inkább ballag, mondjuk úgy, ugye? Nem fut, inkább ballag. Na, Prometheus megérkezik? De ott jön rá, látod? Mindenen is át. Jaj, ott jön rá. Elég érdekes volt, ott föl tudod jönni? Ja, ott föl tudod jönni. Aha, jön a, most jön a izé mellettel. Otta, most már látni is. Vizuális kapcsolat is felléped vele. Ott húz mind az őrült. Megérkezett az ember. Egyébként videóban nem tudom mennyire megy át az FPS drop, mert valamikor ilyen, én tök érzékelek FPS dropot, otta, meg is jött. Látszik, hogy nézi a videókat, pontosan tudja, mit hogyan kell venni. Bármint ugyanolyan hülyén átugratott, mint én. Ezzel azt akartam mondani egyébként. Viszont ez az a durva, hogy challengerekkel húzi ezt a rettelt nagy izét. Felszedőt. Adjál neki, testvérem. Nyomjad neki. Hordjuk be Zsombornak, mert Zsombornak már unatkozik szerintem. Na, azért így egy kicsit izgalmasabb lesz szerintem, mint egyedül. Jó, és pont 100%-on lett. Hát ez tökéletes, srácok. Jó, beviszem, leürítöm neki.
Ennyi a nyilv az, ennyivel tudja húzni el is, az a durva. Gyomor meg itt kilapította, itt a palacsintát, bazze. Nem? Ezért nem kis pályázik ez az ember. Kilapította. Hova öntsem, testvérem, az urba? Mondjál valami jót. Ja, látod, ő is így szétlapogatta szinte. Nem nagyon jó ez a... Ez a tolólap ebben a játékban egy nagy, büdös nagy fail, szerintem. Nem úgy működik, ahogy kellene. Akkor megcsinálhatták volna úgy, hogy oldalra kidobja. Nem az, hogy megteljen, hogy valahol így folyamatosan dobnál ki, tudod, mire gondolok. Hát ebben azért bele kell hordani egy 80 000 darab tízét. Prometheus 5%-on van, mindjárt megnézzük, mivel. Hol vagy Prometheus? Mit csinál? Meg elakadtál, vagy mit történt vele testvérem az urba? Ja, arra indult. Megnézzük, hogy arra még van elég, mert akkor én is elmegyek utána. Lehet, hogy elmegyek utána. Aztán akkor már egyiküknek se lesz elég, mi? Menjünk. Megyek arra, eh? Jajjaj. Mert beszéltem, ahol már ilyen sok rétegű fű van. Ott aztán nem igen akarja felszedni. Prometheus meg így kihagyott egy ilyen nagy csikot. Azt, nem azt, hogy nem akarja felszedni, hanem... Nem tudja elhúzni, bazze. Figyeld. Akkora, olyan vastagon van már itt a fű. Gyöbb. Kérdeztem tőletek egyébként, hogy ugye mi érdek meg, hogy kukoricát azt például jobb lenne ugye szecskának vágni, de azt írtátok, hogy tök igazam van abban, hogy itt ilyen több réteg füvet egymásra van vágva, nem kell vele semmit csinálni, hanem szeret fel azt hord be. Úgyhogy nincs vele munka. Viszont ugye a rendes hilózással, hogy a kukoricát szecskának vágnám, akkor azzal lenne egy csomó meló. Ezzel meg így semmi, így nem kell vele foglalkoznom. Százos, iparkodjatok. Jóó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 
Mennyi fér abba vajon? Mert azért... Na. Vissza kéne fordulni 50%-nál. Vagyis azt, vagy lehet, hogy inkább amit elhagyott, Prometheus, azt visszahúzom. Szerintem félig sincs. Jó, testvérem. Én abban már belehordtam valami 8 izét adagot szerintem, nem? Hallod, azért az el lehet mókázni. Ja, Istenem. Meg lehet pupozni rendesen. Azt a betyát. Azt a betyáró Isten. Na, hát jó van akkor. Akkor hordhatjuk még egy pár darabig. Nem is lesz el, mondjuk a másik oldalt még van egy ilyen, ennyi függ körülbelül. Úgyhogy azért alakul. Prometheus elég jó telik, mindjárt megtelik. Hát igazán annyi, hogy belepörgetsz az időbe, mert aztán lekaszálhatod még egyszer a gépbe, ennyi az egész móka, szóval nem lesz egy nagy. Zsombor az meg izé, Zsombor az meg pihenget. Pihenget. Prometheus megtellett, Keeper meg még nem, mert itt Prometheus után szedi a maradékot. De nézd, oda alig bírja húzni a Challenger, és kicsit túlzásnak érdem egyébként, hogy ennyire túl van kalibrálva ez a felszerelő kocsi, nem, srácok? Elég érdekesnek tűnik nekem, hogy ennyire kell neki az energy. Mindjárt viszem én is egyszerre be. Ez úgy fun lesz, hogy egyszer öntjük ki. Tudom, az egyéb még nem lesz tele. Nem, bassza, nem húzzál! Megakadtunk ugyérre. És nem sleep probléma, hanem izé probléma, motorerő probléma. Oda néz, nulla sleepünk van. Na jó van, oké. Most ezt így izélem én. Halljátok is, még csak az első bunkert töltjük. És képzeljétek el, mi lesz, hogyha izé lesz. Mi lesz, hogyha az összeset. Aztán ez, oda volt írva, hogy kicsi. Bunker soló kicsi. Hülyék ezek? Bunker siló kicsi. Az édesanyád szeme az a kicsi. Na aztán Zsombor, most akkor tessék.
És remélem, hogy megnyugodt-e. Zsombor elhagyta a szerve. Lehet, hogy lekresselt. Prometheus is. Akkor mindenki lekresselt. Maradtam egyedül. Az jó. Az frankó. Akkor ledobálta őket. Hát egyre jobban. Egyre jobban móka, úgy látom. Mindjárt odébb állok azzal a géppel is. A végén egyedül maradok. És tényleg elment a nád, vagy mi a szar történt, srácok? Ebben még van három darab. Na. Figyelj, még mindig nem ürítettek ki. Miért ürítik ezt a hármat? Érdekes. Ezzel odébb állok. Hát remélem, hogy visszatérnek a dolgozók. Nem tudom, mi a szar történt. De már mindjárt meg is szűnt a lag, mi? Minden rossz dolgom valami jó. Ezt a betyár, ez jó derékpadag lett. Mindjárt nézek valamit, hogy a... van-e netem, jó? Van, csodálatosan van netem, úgyhogy nem tudom, hogy mi volt ez. Hát ez akkor így jó lesz, gyerekek, hogy... hogy izé egyedül maradta? Ne varítsatok meg, srácok, mi történt? Remélem, hogy valaki jön, nem tudom. Hát akkor dolgozunk egyedül, viszont a lag az megszűnt. Hát, most ez vettem egy izét, egy challenge-et, meg még egy ilyet, aztán nem fog ez működni. Várjatok, azt nem tudnám megcsinálni, hogy follow me módba egymást sortól eltolva jöjjön kettő gép, hogy kihozom mind a kettőt. És akkor így eltolom egymásra mellett. Biztos van olyan, hogy offsetet tudsz állítani, nem? Ami mindjárt kiderül. Nem tudom, miért gyalogol, kezdem az a sorozat, he. Megnézzük a follow me módban működik-e az. Egyébként ez valószínű, hogy tényleg még félig sincs. Viszont a keverőből beengedné önteni a füvet szerintem. Ott írogatja mindig, hogy így. Érdekes. Na, arra vagyok kíváncsi, hogy azt én bekapcsolom follow me módba. Miért nincsen? És ez komolyan nincs? Nem látjátok? Én nem látom. Ja, mert ez külön van már, ugye? És nincs, bazzer. Miért nincs ki? Follow me mód. Lehet, hogy izében nincsen? Multiplayerbe nincs follow me mód? Hát ez könnyen meg lehet, ugye? Hát ez akkor jó, akkor még azt sem tudom becsülnöm, de jó. Na szuper, akkor dolgozhatok egyedül. Hát gyerekek, mi történt? Eltűntetek, mint szürke szamár a ködbe. Az úgy jó buli. Na mindegy, akkor csinálom egyedül. Hát gyerekek, komolyan azt hittem megváltjuk a világot. Mondjuk az is nagy segítség volt, hogy a tojást bepakoltuk. Viszont oda nézve nem bírja elhívózni. Ez egy őrítő egyébként. Ott kell venni, hogy ahol nincsen rend. Mert különben szívás van. Ó, hogyha nem multiba indítom, akkor lehetett volna úgy, hogy egymást eltolva falomi módba gondolom. De hát akkor ez így rácseszés volt. Köszönöm ezt a keveset is, aztán visszafele majd megindulom. De nézd meg, mennyi fű van még. Oda nézzél vala vége. Nem is látni még a birkákat. Ahol nem tudnak visszajönni szerintem a srácok. Vagy pedig, nem tudom, vagy pedig ez ők egy internetről voltak, haverok lehetnek? Ó, te fiú, hát akkor az most mi? De a netem az nem ment el, láthatóan működik. Akkor nem tudom, az, hogy van. Hát jó. Hát jó, hát annyira nem jó. De majd megírják, hogy mi történt egyébként. Szerintem egyébként még nincs annyira köztudatban az, hogy csinálom ezt a multiplayeres verziót. Mármint lehet, hogy ugye nem sokan tudják, meg ugye nincs meg előre nincs megadva, hogy mikor vannak ezek a felvételek. Szóval attól függőtlenül, hogy én ezt multiplayerbe indítva úgy játszom, attól függetlenül esélyes, hogy szinte végig én, sőt, nagyon nagy esély van arra, hogy végig izébe fogok lenni. Single playerbe.
Mert egyszerűen pont akkor nem érne valaki, nem csatlakozik, nem figyeli, ugye, hogy én nekem most pont éppen felvételem van, akkor pont nem jön senki, akkor ugye full single playerbe fogok én itten tevékenykedni. Bár ez lehet, hogy valamilyen connect probléma volt, majd meg fogjátok írni, hát ezek ki fognak forni, hogy ez hogy fog működni. Jó, mindjárt meg lesz. Hát figyeljetek, hordalom kell befele, ez van. Az a gond, hogy kellene földet is venni, és kellene aratni is, de mivel ugye tojások nem fognak keletkezni most már, de valahogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a varrantenyésztés hogy működik. Ezt nagyon szívesen beindítanám, és hogyha beindul, akkor ugye foglalkozok majd a tojásokkal megint. Mert ugye, hogyha egyszer ez beindul, lesz nekik elegendő kajájuk, meg mondjuk lesz szalma, mert más nagyon nem is kell, a víz meg víz kell, akkor ugye nem kellene azzal foglalkoznom, hogy így a beindítsam az egészet. Nem kell megvennem a marhákat, lesz annyi kajájuk, amit esetleg csak mindig folyamatosan pótolok, és így akkor tudom mind a három ágazatot egyszerre vinni, főleg, hogyha valaki csatlakozgat hozzá majd, és besegít. Most egy kicsit így betorlódtak a dolgok, mert közvetlenül most indítottuk ugye a birkákat is, meg most indítottuk itt a teheneket is. Aztán egy picit azért ez nem kicsi meló. De azért nézzétek meg, hol tartunk ahhoz képest, ahol kezdtük tényleg, hogy vödörre szedtük a krumplit, amit nem győzök hangsúlyozni, mindig ezt mondogatom, de tényleg ez nagyon elég epik dolog. Viszont kettő challengerem van, tudjátok mire lesz ez? Jó, figyelj, de mindjárt meg is mutatom, hogy mire lesz jó. Oké, jobbra billentést berakjuk. És akkor annyit tudok csinálni, hogy ezt elindítom, hogy Ctrl I, és addig tudom szedni a másikkal, ne viccelj, testvérem. Oké. Jó, nem tudom tényleg, az lehet, hogy még félig sincs, kíváncsi vagyok, meg igazából arra leszek kíváncsi, hogy mennyi ideig lesz az elég majd a 600 marhának. Ugye, hogyha meg lesz az a, összekeverjük a teljes takarmánykeveréket, akkor meg tudjuk nézni, hogy mennyi kell nekik majd, hogyha először beöntöm. Hát 600 darab marha megvételese lesz egy olcsó mulatság. De először legyen meg nekik a kaja, mindenféle. Az az elsődleges direktíva. Na most elmegyünk 50%-ig mennyi élenszeri, és akkor itt már egész jól összeszedtük. Azt hittük olyan horribilis mennyiségű ez a fű, aztán hát még mindig horribilis mennyiségű, de azért ez el tud fogyni. Ezt azt hittem, hogy nem mi. Hát ez valószínűleg a srácok nem fognak visszajönni, vagy ő nekik mentelenetjük és egyneten voltak, vagy valami más connect probléma volt, nem tudom, hogy miért szórta le őket ez a szerver. Ki tudja, milyen technikai gubanc van. Lehet, hogyha újra indítanám én, akkor esetleg megoldódna, de hát tényleg nem szükségszerű az, hogy ez multiplayerbe menjen ez a sorozat, csak annyit akartam, hogy ugye mindig így fogom indítani, és akkor mindig tudnak csatlakozni hozzám emberek. Ez is nagy segítség volt, köszönöm nekik, nem tudom tényleg miért vesztek el. De ez is, az, hogy a tojásokat már szétszortíroztuk, a ládákat, az már egy hatalmas nagy segítség volt. Legalább azt nem kell gameplayen kívül nekem ilyen 3/4 meg óra, nagyon sokáig szoktam csinálni. Egyedül, borzalmasan sokáig tart. Ugye van 20 ól, abban minden egyiben 3 ilyen ládát bepakolsz, az nagyon durva. Az ilyen 60 ládát így elrakosgatni, meg ugye sajnos úgy kell csinálnod, hogy úgy kell széthordanod, mert egy helyen lerakod a kocsival, az autóoldos kocsival, hoppa, vissza kell volna fordulni, az autóoldos kocsival, aztán utána, akkor szevasz. Ezt így kerék közé véve, még így elmegy. Nem megy el. Szenvedés! Egyébként valószínűleg ez a Rea Moore, ez beteszi a kaput. Azon gondolkozok, hogy kivegyem-e vagy ne vegyem, de hát... Mert igazából most már nem ilyen szimulátor jellegbe dolgozom, hanem inkább ilyen tényleg ilyen nagyon speedrunosban, úgyhogy ez a Rea Moore, ez már inkább így szivat minket, mint hogy bármit is használna, nem? Úgyhogy ja, lehet, hogy ki kellene csapni belőle a francba, aztán megoldódna van. A gépek normálisan el tudnák kuszkodni ezeket, nem? Srácok, mit gondoltok erről, hogy ezt hogy kellene csinálni? Na, teperhetünk vissza, mert figyeljetek,
A legnagyobb, hát nem jó, de majdnem a legnagyobb traktor. 25-te tudja húzni a pótkocsit bele. 25-te. Jó, értem én, hogy bár van 90 ezer liter fű, de hát akkor is, de nem 25-te húzza. Ez szerintem üresbe se tudná nyílen húzni. Na, menjünk Siló, Bunker Siló, gyorsan, ennyi a max. Egy kicsit. Én ezt tényleg nem érzem valami nagyon fényesnek. Úgy gyerek, mennyi íze jó a hidrolika vedeték, te Mária. Ez ott menj, burjázza. Hát ott a odai. Azok a pedig azok, ugye? Van egy kettő neki, jó. Törzscsuklós. Jaj, nem ürítette ki teljesen semmi gond, ugye azért nem ürítette ki, mert ott már földen lett. De no problémo. Ugye oldja meg a keeper. Meghúzzuk egy kicsit. Egyébként nem is muszáj lenne telerakni, ugye le tudnám fedni, de azért legyen benne. Legalább egy milliót azért bele kellene verni. Nem, srácok? Ez nagyon jó. Ugye kihúzom a másikat, és akkor már... Hát, az ez még nem, ez nem félig nincsen, ez szerintem negyedéig nincs ez a cucc. Van egy olyan érzésem, nem srácok? Ez nagyon-nagyon kevés van benne. Ez nagyon durva. Itt azért... Utalsak bele félembe. Na, ez meg ugye balra billent. Ide középső vonalba beleengedjük. Mennyi van benne? 936 ezer. 936 ezer gyereke. Azért jó van. Finoman van benne egy kevés. Kicsit mindjárt megtiprom, meg megpróbálom én elrendezni. Hát ezt figyelj, ebbe semmi nincs még. Hát ezt úgy meg lehet rakni, hogy ez... Ebbe tudjátok mi? Ebbe 3 millió simán belefér, én úgy érzed, nem? Jó gondolom, hogy ebbe egy 3 millió bele fog férni. Egyébként látjátok, hogyha... Érdekes, hogy most semmi lagunk nincsen. Kár, hogy egy töltési szintet nem mutat, de hát mondjuk a töltési szint lehet, hogy nincs is. Hanem ez úgy működik, hogy ugye... Így amennyit bírsz, mele lehet durrantani. Itt ezt a szélét akartam felhúzni, de eléggé elbaszottul működik. Igen, ez nem valami jól működik itt. Ezt a szélét akarom így be tuckolni, így. Jó. És akkor üríthetné belőle, vagy van? Úgy, na most jó, sikerült. Itt nem maradjon ez a nagyon vékony része. Oké. Okay. Jó. Úgy, na valahogy így akartam. Hoppá. Keepernek megy is, megy ez a dolog. A végén még meglepődök rajta, hogy ezt sikerül így megcsinálnom. De jó. De nézzé, testvérem az úrba. A végén még sikerült. Próbálkozok ám ebbe. És akkor így meg ki tud üríteni elég hamar. Aha. Így jó. Ó, hát ez így már babásabban néz ki, nem? Hogy így a keeper így betömörít, vagy betologatja. Szerintem ez így jobban néz ki. És akkor itt meg... Keep ürít. Jó, oké. Át kéne menni a túloldalára, ott is majd megcsinálják. Hát de egyébként ez sem eddig nincs még ez a cucc. Hány százalékon van a tömörítés? 83 százalékon. 84%-on. Ugye itt ezt is betologatom, amelyik így kim van. Aztán még szerintem egy ilyen, hát nem tudom, legalább tízedbe. Figyeljetek, jó sokat be kéne oldani, de egyébként van egy csomó. Úgyhogy ezt így lefedném, akkor hamarabb lenne kaja, de hát... Srác. Nem tudom, hogy ez... Egyébként várjál, fölajánlja már a lefedést? Fölajánlja már a lefedést? Ugye azt megnézem. Arra kíváncsi vagyok. Jó, így azért be össze lehet tolni. Azért belegondoltok,
Az a Farming Simulator 15-ben, amikor csináltuk az 1 milliárd euró kihívást, akkor azért sehol nem voltunk ehhez, nem? Ehhez képest. Tehát ilyen tingli-tangli ment. Most azért van projekt. Van, amit csinálunk, meg láthatóan azért haladás van. Jó, de milyen jól betologattam, nem gyerekek? A végén még így rájövök, hogy van. Az a lényeg, jó bekötolni. Így, hát hogy most nem így. Na, tolod már befele, bazd. Hogy? Nem, már nem veszít el jobban, jó van. Akkor elég hamar kidobja. Oké. Okay. Jó, ez nem rossz. Nézzük meg, egyébként ilyenkor már van az, hogy lefedés. Hallod, még nincs is, nincs is lefedés. Mivel 85% tömörítés. De szerintem egyébként, nem is tudom, hogy... Mert ugye bizonyos százalék alatt le se lehet fedni. Nem is fedheted le. Szóval lehet, hogy még nagyon kevés van be. Mert figyeljetek, ezt tudjátok, meddig van? Ez körülbelül negyedéig. Negyedéig van. És Anyika meg álmodik. Nem tudom, halljátok-e, hogy nyekereg. Jaj. Na, Sanyika, megbizergálom. Ne álmodj rosszat. Szegény, ilyenkor mit álmodhat? Na, van kutyátok? Így vágjátok, hogy milyen az, amikor álmodik a kutya? Aztán így nyekeg, sírdogál, meg így ilyen futó mozdulatokat is szokott csinálni így a lábába, vagy ő nagyon valamit kerged, vagy menekül, de ilyen nagyon, nagyon aktív ilyenkor. Na, hát akkor hozhatok még egy párat, tehát jó lenne itt lennétek, srác. Arra se legyen meg, azért ez nem kevés meló. Na mindegy, hát meg kell csinálni, srácok. Az szerintem az a bunkersiló, az negyedéig sincs. Én azt mondom, hogy egy ilyen 5 millió, nem? Hogy be lenne tömörítve, akkor kiírná, ugye? Nem tudom hány százalékos tömörítés, vagy figyeljetek, nézzük már egy infót, ez pontosan ez hogy van ez. Fű, széna, szalma, szilás. Na. Öntsd a bunkersilóba, biogáz üzemben, vagy egyes. Ha ezt az említed a halmot, úgyhogy végigmész rajta, a siló legalább 10%-ban teljen meg. Ezután lefedheted a silót. Úgyhogy minimum 10%-ban megvan telve, akkor tudod lefedni. Meg nagyon kíváncsi vagyok, ha betömöríteném, akkor engednél lefedni. Ha nem, akkor nincsen még 10%-ig se. És ugye ebből így kiderülne számunkra, ez érdekes lenne. Megtapasztolnánk, hogy akkor most mi a szarban. Hát ja. Jó, nem, semmi gond egyébként, jó ez. Nem, nincsen semmi probléma. Földet kéne venni, mert a csirkéknek még nincsen egyébként, nem mondom, nektek kajájuk. De valami még mindig úgy ott tartunk, ugye, hogy nagy földet kéne venni. Az a baj, az a pici föld, ami ott van, az nagyon hamar elhasználják, úgyhogy valami nagyon nagy föld kellene, és nagyon sokat betermelni. Ugye a 41-esről beszéltünk, nem tudom, hogy mi van rajt, várj, nyomok egy 3-as gombot, dolgozzon így az magába, és akkor ránézek én a 41-es földre, azon még mindig ugye be nem pörgettük az időt. Burgonya van? Az mi? Az már burgonya van, baze. Aj. Jó lenne, hogyha valami olyan lenne, nem tudom, mit csináljak vele. Jó lenne, hogyha búza lenne rajta. Nincs valami búza, gyerekek. Mindjárt meglessük. Mindjárt meglessem. Elég jól összeszedtük a gyöppet egyébként. Tehát megyek ide. Van egy ilyen csík. Azt, amire odaérünk arra, akkor talán még telik is. Na, meg kell nézni, hogy nincs-e valami búza. Búza, várják, kikapcsolod, bekapcsolod. Ja, hát ezen volt. Jó, nézzük a árpát. Ez a durva, hogy semmin. Itt van 31. Pont búza meg árpa az nuku, gyerekek. Bánatos vagyok tőle. Pont az nincsen sehol vedve. Mert akkor megvennék egy olyan földet, azt gyorsan learatod, azt megvan a tikoknak a kaja. És akkor ugye pörgetünk időt, akkor megint lesz egy csomó zsetonom. De hát így meg nem nagyon lesz.
Na gyerekek, billentsük bele, meg kéne úgy oldani, hogy jó magasra menjek. Ez merre billent? Ez... Én megnézem, merre billent. Ez balra billent? Akkor megpróbáljuk ide. Na. Így végig. Ez egy kemény. Hát ide azért fél bőven, gyerekek. Meg kéne tipornom. Egyébként ez a Challengerre lehet, hogy jobban meg tudnám tiporni. Most ugye nem akar a... izé az nem kellene. Egyébként többen miért maradt három? Figyelj. Maradt három és mindig be kell zárnom. A Challengerrel megtiprom, ugye, hogy ne lökjem szét a... Hogy is hívjákkal? Ne lökjem szét a tollappa. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni. Hogy már beengedi-e? Nézzük közben, többen itt is 84%. Ez csak lefelé kell járni rajta, annyi az egész történet. Van ilyen izé, van ilyen henger egyébként, az lehet, hogy könnyebb lenne tömöríteni. 86%. Ide oda járok rajta egy az egész, gondolom. 87. De ez nem félig nincs, ez sem eddig nincsen. Ebben szerintem egy 3 millió a minimum. De ez ugye izére meg tudod rakni. Ez puposra. Ez elejétől a végéig. Úgyhogy ez nagyon kevésnek tűnik. Hát ez, de ez semmi. Semmi. Ebben 3 millió biztos belefér. De akkor én nagyon keveset mondtam. Kíváncsi vagyok, leengedi-e fedni majd. Az nagyon fontos lenne. Azon, hogy ez a tömörítés, vagy a reamódot is a tömörítés az... Vagy a reamód ezt a tömörítést is eléggé nehézkesre csinálja. Nem, mindegy, hogy hol mászkálok rajt lefelé, nem muszáj nekem mindenhol, hanem épp ugyanott járkálok, akkor is ugyanúgy nézi, kíváncsi vagyok, aha. Tehát így nem kell itt tömörítened konkrétan, hanem annyi, hogy lefelmész rajt egy bizonyos helyen, akkor is ugyanúgy letömörödik az egész, figyeld. Itt megyek mindig, a többi részét nem is tömöríted, hát nincs valami szépen kidolgozva, látod? Itt mész, és akkor az egész le van tömörödve, úgy érzékel. Annyi, hogy bizonyos métert úgy látom, hogy mennyi végig rajt. Ez elég szomorú, hogy nincs ilyen szépen kidolgozva, hogy mindenhol végig kell menni. Arra vagyok kíváncsi, hogy a... le tudom-e fedni. Hát már meg vagyunk-e 10%-on. Hát az furcsa lenne, ha nem, mondjuk. Én 10 milliót kéne bele lapátolnunk. Na. Na, tömöríts még, nem a... Oké, 100. Ezzel megyek, azt megfogom a hamstert. Gyerekek, a fényszórásban azért jó vagyok, nem? Kettő hamster. Egyébként a kettő hamster single playerbe is kellene, mert ugye egy lenne a birkáknál, meg egy itt a siló lefedése, erre le is tudnám fedni. De hát azért ebben még kéne egy csomó, nem srácok? Ebben még kéne egy csomó, úgyhogy figyeljetek, lehet, hogy el is búcsúzom, és akkor gyertek multiba. Holnap, mit mondja? Holnap egy olyan 8 órakor, jó? Akkor menni fog a szerver, ide ennek a videó alá is kirakom az adatokat, úgyhogy nyugodtan gyertek, és akkor az lesz, hogy silót kellene beoldani, ha lehet minél többet. Lehet, hogy akkor bele fogunk pörgetni az időbe, hogy még egy kaszálás, mondjuk fönt is van. Úgyhogy az a lényeg, hogy ide hordani kellene, sőt, legalább kettő hamsterre. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Nem tudom, hogy miért dobott le benneteket, vagy mi történt, majd írjátok meg, hogy lehet ezt kiküszöbölni. Ha kell, akkor a következő holnapi részbe azt csináljuk, hogy én is kilépek, belépek, nem tudom, hogy tudjuk megoldani. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsuk!